Szervusz, Farcsi, szia! Szia, Roland vagyok, szia, Karcsi, mond! Jehovan tanúi gyülekezetben járok. Még nem jutottam el odáig, hogy keresztelesztve hírnök legyek, de elfogadtam Jehovát, mint teremtő Istent, Jézus Krisztust, mint az ő fiát. Tehát mindent, ami a Biblia alapelvei szerint van, tehát nem emberi beszédek által, hanem a Biblia beszámolói szerint, úgyhogy nem látok semmi hamisat a Jehova tanúi tanításba. Mielőtt nekivágnánk ennek, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobubble, illetve Yahoo útja néven a TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok azt. Köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Halleluja! Nem kötekedni, vitatkozni, veszekedni jöttem közétek, hanem szeretettel jöttem, békével. Persze. Szeretném azt tudni tőletek, miben látjátok azt, mert mondtad, hogy, illetve írtad, hogy azért erről egy kicsit többről van szó, mint hogy Mihály Arkangyalt be tudom bizonyítani neked, hogy Jézus. Tehát attól egy kicsit többről van szó. Igen. Ezt nagyon szeretném tudni, és erről elbeszélgetni veled, ha van lehetősége. Hogyne, természetesen. Az nézd, az egyik, megnézhetjük a Mihályt, villám gyorsan, bár a múltkor már volt erről szó, de ha már így benne van a fejemben, akkor mutatok egy... Ha nem tudtak téged a tanúk meggyőzni, akkor azon lépjünk túl. Nem, nem. Én sem tudok más mondani Dánieltől, és Júdástól, és a Jelenések könyvétől, tehát úgy sem tudok más mondani. Aha. És ha nem fogadod el az utalást, és annak az érvelését, akkor igazából úgy sem tudlak én sem meggyőzni, a többi tanútestvér nem tudok meggyőzni, más érvelés, utalás nincs a Bibliában rá. Oké. Egyet csak villámgyorsan azért mondanék, mert hát, hogyha esetleg te elgondolkozol ezen, van előtted Biblia? Igen. Dániel 10-es fejezet. 5-ös vers. Dániel 10-es fejezet, 5-ös vers. Hogy olvasd fel, ott van előtted, mert tudom, hogy nálad... Persze, felolvasom, nem gond. Azt mondja, hogy és felemeltem szemeimet, és láttam, íme egy férfi gyolcsba öltözve, dereka ufázi arannyal övezve, és teste olyan, mint a tarsiskő, és az arca olyan, mint a villám, szemei olyanok, mint égő szövétnekek, karjai és lába, mint az izzó ércnek színe, és az ő beszédének szava olyan, mint a sokaság zúgása. Van valami elképzelésed arra nézvés, hogy ez ki? Ebből nincs. Rendben. Akkor felolvasok egy másik verset. Az pedig a következő. És a 7 gyertyatartó között hasonlót az ember fiához, bokáig érő ruhába öltözve, mellénél aranyövvel körülövezve, az ő feje pedig és haja fehér, mint a fehér gyapjú, mint a hó, szemei olyanok, mint a tűzláng. Lábai hasonlók voltak az izzó fényű érchez, mintha kemencében tűzösödtek volna meg. Szava pedig olyan volt, mint sok vizek zúgása. És ez? Ő Jehova. Vagyis, hogy a fiú, nem? Nem. Ez Jehova? Jehova. Igen. Azt mondja, hogy és a 7 gyertyatartó között hasonlót az ember fiához. Ja, így, itt igen. Okay. Ez a rész. Akkor ez a fiúról szól, ez a feje, az izzó, lába, meg a vizek zúgása. Ugyanígy írja le ezt a... Nem olyan tudtam figyelni rá, hanem olvasom itt a Bibliából azt a részt, ahol tudok neked nagy bizonyságot tenni Mihállyal kapcsolatosan. Mi lenne, Karcsi, hogyha megnéznénk ezt, és aztán áttérhetünk arra? Csak ezt hagyj, végig akarom ezt villámgyorsan vezetni, és aztán meghallgatom azt, amit mondasz. Szóval én úgy értelmezem, hogy az, aki
Azt mondja, hogy egy férfi gyolcsba öltözve, dereka upázi aranya, olyan, mint a társiskő, arca, mint a villám, szemei, mint a égő szövétnek, karja, lába, mint az izzóért. Ez Dánielből, ez ugyanaz a karakter, nem? Mint akiről ír jelenések könyve. Ugyanúgy írja le. Ebben egyetértünk? Ebben igen. Akkor ugyanaz a karakter kell, hogy legyen Dániel 10-es 5-6-ban, aki a fiú a jelenések könyvében, nem? Szóval ez Jahusa lényegében, vagy Jézus, fogalmazzunk úgy. Aki Dániellel, és ezt látja Dániel, ezt a karaktert. Mert azt mondja, hogy és egyedül én, Dániel láttam-e látomást erről a férfiról. Aki vele volt, az meg nem látta. És én egyedül, hagyjad, olvasom tovább, követed a 8-as verset. Mindjárt vége, egy perc az egész. Láttam ezt a nagy látomást. Hallottam az ő beszédének a szavát, 9-es. Ájultan az arcomra estem. Ez még mindig az ember fia Jézus, aki beszél. Íme illetett egy kéz, azt mondta nekem, hogy Dániel, kelj fel, értsd meg a beszédeket, amelyet szólok neked. Látod, 11, 12. Mert első naptól fogva, hogy szívedet adtad a megértésre, sanyargatásra, a te Istened előtt meghallgattak a te beszédeid, és én a te beszédeid miatt jöttem. Ez még mindig ez a karakter beszél. Azt mondja, hogy de Perzsiának fejedelme ellenem állott 21 napig. Megvan? 13. És íme Mihály, egyike az előkelő fejedelmeknek eljött segítségemre, és én ott maradtam a perzsa királyoknál. Ez megvan? Igen. Szóval ez a két karakter nem lehet azonos, Jézus meg Mihály. Hiszen azt mondja, hogy íme Mihály, egyike az előkelő fejedelme, eljött a segítségemre. Úgyhogy ha elfogadjuk azt, hogy az, aki beszél, ez a társiskő, meg arany, meg bronzláb, meg izzószövétnek szemű, ez ugyanaz, aki jelenések könyvben Jézus, az is Elohimnek fia, vagy az embernek fia, akkor itt azt mondja, hogy neki segített Mihály. Szóval nem lehet Mihály Jézus ez alapján. Ezért jutottam én arra a következtetésre, hogy Mihály nem lehet Jézus. Nézzük meg a 12. fejezet első verse. Megnézhetjük, de mit gondolsz erről? Mindjárt elmegyünk oda, az lesz a következő. Eddig, amit... Légy szíves, hát én ezt végig hallgattam, és végig figyelemmel kísértem. És mi a... Csak egyet kell lapozzám, hogy egyet kell ugorjál, Dániel 12.1-es vers. Okay. Ahol azt mondja, abban az időben felel. Tehát én meghallgattalak téged, akkor most hallgass meg te is. Tehát ezt az érvelési formát. Tudom, hogy végig hallgattad már ezt egy másik tanútól. Nincs gond, figyelek. Mehet. Oké. Okay. Dániel könyvének 12. fejezete, első vers. Olvasod te? És abban az időben felkel Mihály, a nagy fejedelem, aki a te néped fiaiért áll. Mert nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni mindez ideig. És abban az időben megszabadul a te néped, aki csak beírva találtatik a könyvben. Ez az? Igen. Rendben. És akkor mi a... Hogyan válaszol ez arra, amit mondta? Jó. Dániel könyvének 10. fejezet 13. Rendben. 10-13. De Perzsiának fejedelme ellenem állott 21 napig, és íme Mihály, egyike az előkelő fejedelmeknek eljött segítségemre, és ott maradtam a perzsa királyoknál. Na most a Mihály szónál van egy utalás neked, nem tudom miből olvasol, ott lenni kell egy betűnek neked. Egy keresztutalásnak. Ez a... A Mihály szónál hova viszel téged? Ez a Károli, de megnézem. A könyve 12-7-re visz, vagy hova, nem tudom. 12-7-8, igen, nem. Igen. A sárkány levetették, a égi harc, igen. Igen, tehát akkor, hogyha ezt vesszük, tehát két igét egybe vesszük a két történetet, akkor lássuk, hogy kivel harcolt a jelenések könyvébe a 7-es verstől, ahol harcra kell ugye Jézus
Sátánnal, tehát senki más nem lehetett. Hogyha a Biblia ide vezet minket, akkor nyilván nem tudok más mondani neked. Nézd! Tehát a Biblia megmagyarázza saját önmagát, nem kell, hogy mi emberek itten emberi nyelvezettel vagy beszéddel elkezdjünk bölcselkedni. Engedjük, hogy a Biblia tanítson bennünk, és vezessen el bennünk minden igazságra. Márpedig, hogyha Hát mind a ketten azt gondoljuk, hogy... Én nem is vagyok egy vitatkozó ember. Nincs itt baj, nézd, én értem, amit mondasz, azt akarom mondani, hogy mind a ketten azt gondoljuk, hogy amit felolvastunk, az egyértelmű. Szóval kénytelenek vagyunk valamilyen úton, módon magyarázkodásba bocsátkozni, de úgy látom, hogy akkor ez nem... meg egy döntetlenbe is lépjünk tovább, amikor is azt mondtad, hogy vannak itt még más dolgok, mint ahogy Jézus mondta, vannak nekem még más akolba is. Vannak, van, persze, hogy ne lennél. Egy pillanatot várjál, légy szíves. Szóval elmondom, hogy miért nem a Jehova tanúi nem lehet. Egyszerűen kizárt, hogy az legyen az igaz út, vagy a kereszténység akár. Azért nem, mert az igaz út az a Jehusa Mesiáh Jézusba vetett hit és a törvényes igaz életforma együttesen, ami törvényes igaz életformát Elohim vagy Isten törvénye, az ő tórája határoz meg. Tehát aki nem azt hirdeti a világban, hogy nekünk a törvényei szerint kell élnünk, mint a mai napig, beleértvén az ő ünnepeit, az ő sabatját, az étkezési eljárásokat, az öltözködést, az erkölcsi normát, mindent, amit ő meghatározott, az nem lehet az igaz út. És ez az én elképzelésem. Értem onnan, hogy a szél. Rendben, kedves barátom. Hát ha zsidók vagytok, és a héber tanítást akarjátok, jó, nézzük meg Mózes első könyvét, jó? Jó. Nézzük meg Mózes első könyvét, nagyon szépen megkérlek. Mózes első könyve, 49. fejezet, 10-es vers. Nézzünk egy proféciát, jó? És nézzünk egy beteljesedést is annak okáért, hogy bizonyítsuk be, hogy valójában... Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a jahovautya.hu weboldalainkon ez elérhető. Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Jahova útja egyesületen keresztül, technikai számunk 2594, minden egyéb adatot megtaláltok infobubble, illetve Jahova útja weboldalainkon, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, remélem hasznosnak találtátok ezt a videót, hamarosan találkozunk, addig is minden jót és halleluja!